Sokszor volt úgy, hogy a úttest közepén a záróvonalon állt kisgyerekes anyuka, és jobbról-balról megmentek az autók. Az még veszélyesebb, amikor a belső sávban nem állnak meg a zebránál, a külső sávos engedélyt ad arra, hogy átkeljenek az úton, a belső meg gyorsan, sietősen megy. Ezt panaszolják a Győri-szigeti Attila utcában élők. A kamionok egymást érik az úton, zajosak, nehézkes a közlekedés, és a házak falai beremegnek tőle. Ez a város egyik legforgalmasabb útja. Szerintük nem csak azok a kamionok fordulnak be az utcába, amelyeknek Győr az úti céljuk, hanem olyanok is vannak, akik átszelik a várost, mert talán nem akarják megfizetni az autópálya díjat. A szobákban több helyen omlik a vakulat. Ott van. Ez az üzlet a lakótömb alsó részén van, itt a padló is repedezett. Ott is van, jó nagy. Ide jöjjön, oda nézzen, ott van repedés. Meg mindenhol van, totál. Az itt élők úgy érzik, egy helyben állnak az ügyükkel. Bár már több évtizedes problémáról van szó, az első nagy előrelépést 3 évvel ezelőtt érték el, amikor aláírás gyűjtöttek. Ezt akkor az utcában élők nagyjából 5000 lakos közül 1000-en írták alá. A polgármesteri hivatalban meghallgatták őket, és ezután vezettek be esti forgalomkorlátozást. A rezgések, amikor dübörögnek, és érezzük, hogy a plafon és a ház is mozog. Ez a legrosszabb, mert mindig fölnéz az ember, hogy na mikor szakad rá a tető. 2016-ban megépült Győrben a keleti elkerülő. Ha az elkészül, talán javulni fog a helyzet, de addig úgy érzik tehetetlenek. Azt mondták, ha kell, most is aláírásgyűjtésbe kezdenek. Szerintük egyetlen megoldás lenne a legjobb, kitiltani a kamionokat az utcából.